Németh Kornél vagyok, és tulajdonképpen, ahogy Mick Sievers professzor úr felvezette, én műszaki mérnöki végzettséggel rendelkezek, és jelenleg is egy ipari nagyvállalatnál töltök be műszaki igazgatói pozíciót. És a háttérről annyit, hogy miért is kerültem ide, és miért kezdődött el ez az együttműködés. Tulajdonképpen a fájdalom az, ami motivált. Az a fájdalom, ami erről fogok azért majd beszélni, hogy valószínűleg nem csak én ebben az ipari nagyvállalaton keresztül érzem ezt a fájdalmat, amivel szembesülünk, mint termelőrendszerben nagyon is jelenleg érzékelhető probléma, hanem valószínűleg minden termelőszervezetben érzik ezt a témakört. Tulajdonképpen tanúi vagyunk egy olyan technológiai fejlődésnek, amely gyakorlatilag egy közel exponenciális függvény szerinti meredekségben növeli a hálózati eszközök számát, és tulajdonképpen ez egy katalizátorként is működik a gazdaságban, mint lehetőség. A nagy feladat azonban az, hogy minden termelőrendszernek vagy szervezetnek ebből ugye gazdasági haszont kell produkálnia. Ennek azonban feltételei vannak. Tehát olyan feltételei vannak, amely azt jelenti, hogy ezt a technológiát alkalmazni kell, meg kell tudnunk érteni, implementálni kell, és itt már el kell kezdenünk arról is beszélni, hogy ennek van egy társadalom tudományi oldala is, vagy társadalom, vagy szociológiai oldala, hiszen nem csak termelő oldalról, de felhasználó oldalról is gyakorlatilag ezeket a különbségeket, ezeket minél inkább szinkronba kell hozni. A természetesen a fő feladat az, akkor tud egy termelőszervezet minél nagyobb hasznot generálni a technológiai változásokból, hogyha ezeket minél inkább szinkronba tudja tartani. Nyilvánvalóan vannak különbségek, mindig is lesznek utánfutások, eltérések, de nyilván a fő cél az az, hogy ezek a különbségek egyre kisebbek legyenek. Itt megemlítenék egy fogalmat, egy ernyő fogalmat, amivel valószínűleg már mindenki találkozott, ez az ipar 4.0. Ez az elmúlt 2-3 évben azért megjelent, és egyre jobban megjelenik. Nagyon sokat hallunk róla. Gyakorlatilag az ipar 4.0-val kapcsolatosan lehet most azt mondani, hogy a termelő rendszerek gyakorlatilag egy decentralizált irányítás felé mozdulnak el, köszönhetően annak, hogy a hálózati eszközök száma növekedik meg. Hálózati eszközök száma, ez mind jellemzi a termelő rendszereket, mind a fogyasztói rendszereket. Tehát új termékek, vagy korábbi termékek új funkció is megjelennek. Tehát egy világító testről, akár egy izzóról is beszélünk, ez eddig is létezett. De most már olyan izzók vannak, amelyek kommunikálnak akár egy épületfelügyeleti rendszerrel, és adatokat közölnek. IoT, Internet of Things témakörök, hogy kapcsolódnak gyakorlatilag a termelőrendszerekkel, a felhasználói oldallal, és milyen interakciókon keresztül érintjük gyakorlatilag a szociológiai és a szociogazdasági hatásokat. Nyilvánvalóan vannak összefüggések, amelyek egymást új igényekkel tudják megtámogatni, és előre mozdítják szerencsés esetben a fejlődési trendeket. De azonban a helyzet nem ilyen egyszerű, hiszen egy változásmenedzsmentről kell beszélnünk, és ez a tipikus jéghegy modell azért azt gondolom nagyon jól jellemzi a problémát, hogy ha van egy technológiai fejlődési lehetőségünk, egy megatrendünk, amit látunk, a felszín alatt van igazán a lényeg. Tehát, hogy gyakorlatilag mi az, amit az ipari szervezetek szeretnének, mi az ő hangjuk. Mi az, ami gyakorlatilag jellemzi az államnak a stratégiáját? Ez lehet a gazdasági vagy az oktatási stratégia. Nyilván itt a teljesség igénye nélkül van egy pár pont felsorolva, de ezek azok a dolgok, amik a rák fenéje, hogyha lehet így fogalmazni, annak, hogy mennyire sikeresen sikerül ezeket a változásokat lekezelni. Hogyha egy változás vagy egy idézettel folytathatom, ezek a dolgok nem teljesen újak, hiszen ilyen helyzetek azért már voltak, amikor Henry Fordtól származó idézet, tel, hogyha folytathatjuk. Abban az időben, amikor ő neki már rendelkezésére állt a technológia, amikor már megvolt, ott is egy paradigmaváltásról beszéltünk, de az emberek még valószínűleg, amikor meglettek kérdezve, akkor ők gyorsabb lovakat akartak, pedig valószínűleg már a fizikai korlátokat elértük, nem volt több és nem volt gyorsabb ló. Ott is szükség volt egy paradigmaváltásra. Ezt a jelenlegi szervezetekben, termelő ipari szervezetekben azért nagyon jól érezzük most is, hogy nem minden esetben tudják még a paradigmaváltásokat egyáltalán értelmezni és lekezelni.
csinálni. A legtöbb esetben több mérnököt akarunk és több embert akarunk, de el kell fogadnunk azt a helyzetet, hogy egyrészt nincs több, nincs jobb, és valószínűleg az a helyzet is fennáll, és itt kapcsolódunk szép lassan be a Jövő Egyetem által apostrofált modellhez, hogy a jelenleg oktatási rendszerek nagy része nem olyan oktatási modellt és oktatási struktúrát követ, amely megoldást fog jelenteni ezekre a megváltozott igényekre. Lehet, hogy ez egy ismert ábra, nem is akarok nagyon mélyen belemenni, tehát ez gyakorlatilag ugye az Ipar 4.0 németországi mesterséges intelligencia kutató intézete a keresztapa, tehát ők egy leíró elemzés alapján mondják azt, hogy a jelenünk az gyakorlatilag ugye a hálózati eszközök megjelenéséhez köthetően van egy negyedik ipari forradalmunk, de ugye a korábbiakat azért ismerjük. Már korábbi előadásokban is elhangzott azért ugye a 1730-as, 1800-as évekén az első ipari forradalom, a 1900-as évekén a járműipari sorozatgyártás, 60-as években az ipari automatizáció, robottechnika. A nagy kérdés az, hogy mennyire új ez a dolog. Ha arról beszélünk, hogy a fogalom, az ernyő fogalom, hogy negyedik ipari forradalom, ahogy mondtam, ez pár éve jelent meg, ez új. De ami mögötte van, az nem teljesen új. Hiszen igazából, és itt megint azt lehet mondani, hogy ez az a pont, ahol elkezdünk közelíteni ahhoz, hogy miért is ez az a hely, miért is a hang is örökséghez nagyon jó becsatornázható témakörökről beszélünk, hiszen amit betettem ide, ugye Nikolaj Dmitrijev, Kontratyev féle K-hullámok, József Schumpeter féle, szándékosan azért helyeztem el így őket, hogy nagyjából össze lehessen fésülni ezeket a dolgokat. Tehát itt azért látjuk azt, hogy közel 100 éve már gyakorlatilag ezeket a hullámokat, ezeket a fejlődési hullámokat leképezték, sőt olyan predikciókkal is felruházták, ami messze előre mutatott az adott korszakban. Amit még itt el kell mondani, hogy ugye a Kontratyev és Schumpeter elemzések azok nem technológia indítatások voltak első körben, hanem gazdasági. És a gazdasági indítatású elemzések után került felhasználásra a társadalmi hatások. Úgyhogy itt igazából az egy más aspektusból való megközelítés volt, de nagyon, nagyon szerencsés azt látni, hogy a kettő ugyanoda tart. Hiszen most technológia oldalról meg tudjuk azt támogatni, hogy a két hullámsor, az gyakorlatilag egy irányba is összefésülhető módon megy. Rendben. Amit még egy kicsit meg kell amivel folytatnám, az, hogy a bal oldalon azt látjuk, hogy a korábbi termelő rendszereknek klasszikus elve, vagy felépítése, struktúrája, az azon alapult, hogy volt elegendő kapacitás, megfelelő kompetenciával, és ezáltal olyan organizációk, termelő rendszerek születtek, amelyek ezeken alapulva tudtak működni. Ugye látjuk ezt a változást, az élénkülő gazdaság és a változó körülmények, azok azt jelentik, hogy ebből kezdünk kifogyni. Nincs meg a megfelelő kompetencia, nincs meg a megfelelő kapacitás. Ezért gyakorlatilag, hogy ez a mérleg nagyjából egyenlő, hogy a mérlegen ne tudjunk, negatív irányba ne mozduljon el a mérlegnek a nyelve, mind az organizációhoz hozzá kell nyúlni, a technológia segítségével, a technológiai támogatás segítségével meg kell adnunk azt a kompetenciát, hogy a szűkösebb kapacitást a megfelelő szintre tudjuk hozni, hogy az eredményeket továbbra is el tudjuk adni, el tudjuk érni. Ide most egy pár dolgot Piszkivász professzor úr már felvázolt, úgyhogy nem kell nagyon belemennem, de gyakorlatilag ez az ábra, azt gondolom, amivel elég jól össze lehet fésülni azt, hogy hol is találkoznak a különböző megközelítések. Én gyorsan végigpörgetem csak ezt, hogyha visszatérünk a korábbi ábrához, látjuk a technológiát, ipar 4.0 megatrendek érzékelhetőek, az ekonomi vagy a gazdaságtani elemzések és gyakorlatilag a társadalomtudományi. Társadalomtudománynál azért fontos ezt kiemelni, hiszen itt az egyénnel és a szervezetekkel is foglalkozni kell. Tehát gyakorlatilag később még szó lesz róla, hogy ez mindenképpen egy elfogadtatást is jelent az adott egyénnel, hogy már nem az a modell működik, ami régen működik, és ehhez meg kell adnunk a támogatást. Az egyik általam kedvelt kép, kicsit még megerősítve az előző példát, a külön részletek is önálló értelmet nyernek, Ottavio Ocampónak a festménye alapján, de igazából a külön elemeknek az együttes értelmezése egy egészen más értéket és egy egészen más képet fest az adott helyzetről.
Gyakorlatilag ez a helyzetünk egyébként, tehát, és erről szól azt gondolom a Hankisféle modell, a Jövő Egyetem által leírt modell, ami azt jelenti, hogy az interdisziplináris tudást, azt a tudást kell nekünk biztosítani, hogy a céljaink elérhetőek legyenek, hogy mind a gazdasági, mind a társadalomtudomány, mind a technológiai hatások egyszerre jelenjenek meg, kombináltan jelenek meg, agregált tudásról beszélünk. Egy ilyen szervezetnek, egy ilyen jövőegyetemnek kettő szerepe van. Bizonyára mindannyian találkoztunk már ezekkel a kérdésekkel, a média eléggé katalizálja is ezeket, amik piros sark jelölt téglalapban vannak. Félelmeket erősítő kérdések ezek, de nem a megfelelő, nem helyén való kérdésekről beszélünk, és ennek a képzésnek, egy ilyen képzésnek, a jövőegyetemnek arra is fel kell készíteni a társadalmat, hogy a megfelelő kérdéseket tegye föl. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen soft skill oldala ezeknek a képzéseknek, ami gyakorlatilag egy szemléletváltozást is jelent, amire már rá lehet ültetni, tehát ha megfelelő kérdéseket tudják föltenni, akkor rá lehet ültetni a megfelelő szintű képzést. A Jövő Egyetem struktúrája vagy modellje, az gyakorlatilag itt az együttműködés keretében három fázisból áll, három lépcsőn keresztül szeretnénk ezt elérni. Az első az tényleg az, hogy gyakorlatilag fel kell nyitni a szemeket. Tehát látni kell az külön a változást, és látni kell az összefüggéseket. A második az gyakorlatilag már egy kicsit előbbre megy, tehát modulokban, konferenciák, tréningek keretében el kell kezdeni megoldani a szemléletformálást. A harmadik, amikor ez megvan, akkor elméletileg a hallgatóság már alkalmas arra, hogy a kompetencia növelő vagy kompetencia változtató képzéseket vagy modulokat is megkapja. És hogy ezt egy kicsit kibontsuk, klasszikus ipar 4.0-nak a modelljéhez ezek a jelenleg tervezett, elképzelt modulok. Ahogy látszik is, azért most mutogatni nem tudok, de talán fölismerhető vastaggal vannak szedve, tehát mindenképpen fontos kiemelni, hogy ez egy agregált képzésről van szó. Tehát megjelenik benne a szociológia, megjelenik a gazdaságtan, több fronton, és természetesen az a technológiai kompetencia bővítés, ami szükséges lesz a céljaink eléréséhez.